Egyre több országban vezetnek be korlátozásokat a delta variáns fokozódó terjedése miatt. Vietnám legnépesebb városában a mai napon kéthetes lezárás kezdődött, miközben az országban rekordmennyiségű halálesetet regisztráltak. Ausztráliában és Új-Zélandon folyamatosan hosszabbítják meg az érvényben lévő intézkedéseket, ugyanis minden nap nő az új fertőzöttek száma. A két szigetország átoltottsági aránya azonban alacsony. Tömegek özönlöttek a boltokba Ho Chi Minh városban a hétvégén, hogy még a korlátozások kezdete előtt beszerezzenek minden szükségeset. Az üzletek polcai rövid idő leforgása alatt szinte teljesen kiürültek. Órákig kell sorban állnunk a bolt előtt, hogy bejussunk, aztán még egy óra, mire a kasszához jutunk, mesélte egy vásárló. Vietnámban június közepéig sikerült alacsonyan tartani a fertőzöttek számát, azonban az elmúlt két hónapban 30-szor annyi esetet regisztráltak, mint az azt megelőző másfél évben. A fertőzések nagy részét a 10 milliós Ho Chi Minh városban azonosították, ezért ott hétfőtől kéthetes kijárási korlátozást vezettek be. A városba a hadsereget is kivezényelték, hogy segítsenek az intézkedések betartatásában, illetve abban, hogy ételt és egyéb szükséges dolgokat szállítsanak az egyes háztartásokba. Vietnámban vasárnap a halálos áldozatok száma is rekordot döntött. Egy nap alatt több mint 700-an hunytak el a vírus következtében. Ausztráliában is egyre drasztikusabb a vírushelyzet, annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben folyamatosan újabb és újabb városokban vezettek be szigorú karanténintézkedéseket. A delta variáns szinte megállíthatatlanul terjed az országban, szombaton 891 új fertőzöttet azonosítottak, legtöbbjüket Új-Dél-Wales államban. Az ausztrál hatóságok az átoltottságban látják a megoldást, és a korlátozások feloldását is a beoltottak számához kötik, ám az ausztrál lakosságnak eddig alig 25%-a kapta meg a vakcina mindkét dózisát. Meg kell változtassuk a gondolkodásunkat, amint elérjük a 70%-os átoltottságot, a fertőzöttek száma már nem lesz probléma, hanem a kórházi kezelésre szorulókkal kell majd foglalkoznunk, és együtt kell majd élnünk ezzel a vírussal, ugyanúgy, ahogy a többi fertőző betegséggel is, jelentette ki Ausztrália miniszterelnöke. A delta variáns már Új-Zélandon is felütötte a fejét. A szigetországban a múlt hét közepén azonosítottak egy fertőzött szemét, aminek következtében szinte azonnal országos lezárást vezettek be. Azóta az esetek száma 100 fölé emelkedett, és a miniszterelnök azt nyilatkozta, szakértők szerint még nem érték el az új hullám tetőzését, így az országban 3 nappal, míg a fővárosban egészen a hónap végéig meghosszabbították a korlátozásokat. Bár lassan kezdjük megérteni, hogyan terjed a delta variáns, mégis vannak megválaszolatlan kérdések, és a delta esetében fontos, hogy biztosra menjünk. Az epidemiológusaink jelentése szerint ezt a variánst sokkal nehezebb teszteléssel és kontaktkutatással nyomon követni, ahogy ezt tapasztaltuk is. Ezért volt fontos, hogy azonnal lezárjuk az országot, utol kell érjük a fertőzést, nyilatkozta Új-Zéland miniszterelnöke. Új-Zélandon sem járnak sokkal előrébb az oltási kampányban, mint a szomszédos Ausztráliában. Itt a lakosság körülbelül 1/5-e kapta meg a vakcina mindkét dózisát.